Szervusztok! Ha esetleg valakinek van valamilyen kérdése hozzám, tegye fel! Szia! Ki vagy és honnan jöttél? Vilcsek Péter vagyok, a Mázsaházból jöttem, és ennyi. Mi az, ami még érdekel esetleg? Mi az a Mázsaház? A Mázsaház egy olyan közösség, ami alapvetően a külső szemlélő számára egy erőléti edzéseket folytató csoportnak a közössége, és ezen belül mindenki azt kutatja, hogy miképpen juthat el egy nagybetűs ember szintjére. Köszönöm. Kérem. Mit jelent számotokra a nagybetűs ember? Hát ezen még gondolkodunk, tehát ezen dolgozunk, majd próbálunk erre egy egészen meggyőző, erőteljes választ találni. Hogyha nagyon röviden megpróbálom megfogalmazni, akkor azt mondhatnám, hogy egy olyan ember, aki a lehetőségei szerint él, tehát a teremtett lehetőségei szerint. Ami azt jelenti, hogy van egy kiegyensúlyozott harmonikus működése, mind fizikai szinten, mint mentális szinten, vagy pszichológiai szinten. Tehát ennek a két világnak az egysége az, amin elsősorban dolgozunk, figyelembe véve azt, hogy nyilvánvaló a formai része ennek a létezésnek, az számunkra csak segítség, hogy meg tudjuk valósítani azt, ami belül van, és amin dolgozni akarunk. Nagyjából ennyi. Beszélnél nekünk a gyakorlataitokról, hogy hogyan működik? Igen, tehát alapvetően a fizikai szintről indulunk, vannak különböző mozgásanyagok, amiket gyakorlunk, de a fizikai gyakorlásnak a veleje az valójában a jelenlét ebben a fizikai gyakorlásban. Van egy nagyon masszív, erőteljes alapprogram, amit minden hozzánk érkezőnek el kell végeznie, független attól, hogy milyen múlttal rendelkezik, akár sportmúlttal, vagy képességekkel, sportképességekkel. Ez egyben egyfajta szűrő is, tehát elég hamar kiderül, hogy csak fizikai szinten kigondolja komolyan azt, amit mi adni tudunk. A Mázsaház név is valójában ezt tükrözi, hogy egyszer lehetőség számunkra, hogy megmérjük azt, aki hozzánk érkezik, megmázsáljuk, és számára is egy lehetőség, hogy megmázsálja azt, amit nálunk kap. Hogyha úgy dönt, hogy marad, akkor lehetőség van arra, hogy ami a fizikain túl van, abba is betekintést nyerjen, és akkor utána innentől kezdve már kéz a kézben halad a fizikai oldal és a belső munka. A gyakorlatok felépítése alapvetően a legfontosabb, hogy maga a test minél hatékonyabban mozogjon, minél jobban tudjon ebben a fizikai dimenzióban hatékonyan lenni, létezni. Tehát például a mozgás az öröm legyen, az egyszerű mozgásokra gondolok, tehát a hétköznapi mozgásokra, például ne jelentsen problémát az, hogy mondjuk ülnie kell 40 percet, tehát ez ne legyen gond. Ne legyen gond az, ha mondjuk ásni kell egy egész napot esetleg. Ez a fizikai oldal alapja a saját testen való munka, és akkor utána jönnek az eszközös kiegészítések, a súlyzók használata, nagyjából ennyi. Mi főleg, tehát hogyha valaki belép az edzőterembe, akkor azt látja, hogy itt emberek súlyt emelnek, meg tornáznak, gimnasztikai gyakorlatokat végeznek, de egyszerűen ezek csak eszközök. Teljesen mindegy, hogyha mondjuk egy harcművészetet gyakorol az ember, nyilvánvaló ott is használ bizonyos eszközöket, mondjuk egy kardot, vagy egy botot, vagy a partnert. Nálunk ezek a súlyzók és a saját testünk. Köszönöm szépen, megelőztek, megkaptam a választ. Ez lett volna a kérdésem. Köszönöm. Nagyon örülök. Ilyen masszív, mély válaszaim vannak, hát ezért mondom, hogy inkább kérdezzetek. Igazából még lenne egy kérdésem, hogyha fizikai útról indulunk el, akkor ennek hogy lesz a lelki része? Tehát ez hogyan valósul meg? Tehát ez az, ami fogalmazunk így az iskolának a feladata. Tehát nyilván, hogyha az alapgyakorlási mód, az alapeszköz nem szimpatikus valaki számára, nem befogadható, akkor teljesen fölösleges a többivel traktálni, mert az elképzelhető, hogy mondjuk nagyon érdekli a szellemi háttere mondjuk az iskolának, de nem hajlandó elvégezni a fizikai munkát hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember ebben a testben létezve megvalósítson valami olyasmit, amit túlmutat a testen, ahhoz először meg kell ismernie a saját testének a működését, és annak a használatát. Hogy tud hatékonyabb lenni ebben a fizikai testben? Azt gondolom, hogy ha mondjuk érzelmekről beszélünk, akkor ezt mindannyian tapasztaltuk már, hogy az érzelmeink látszanak rajtunk, a gondolataink látszanak, tehát a test mindenre reflektál, tehát minden megmutat a test, ami bennünk történik. Ez csak annak a kérdése, hogy ki milyen jó megfigyelő. Tehát ha mondjuk én most nagyon izgulnék, akkor valószínűleg a hangomon lehetne hallani, hogy tudod, remeg. De hát nem tudom, mennyire remeg a hangom, ezt itt tudjátok. De lényeg az, hogy nagyon hamar észrevennétek az én érzelmi viharaimat, ami bennem dúlnak azért, mert ki kellett ülnöm, és egy olyan feladatot kell ellátnom, amit soha életemben nem csináltam. És nem is terveztem, hogy csinálok. Ezért gondolom azt, hogy az érzetek szintjén minél mélyebbre jut az ember, a fizikai érzetek érzékelésének a szintjén minél finomabbá válik, annál közelebb fog tudni jutni ahhoz, amit maga a teste visz. Próbálom átérezni ezt a dolgot, amit próbálsz mondani. Nekem egy kicsit így furcsának tűnik, mind a két dolog kezd hozzám közel állni, mind a fizikai része és mind mondjuk a szellemi része, vagy az érzelmi része a dolognak, de nem látom még azt, hogy ez hogyan valósul meg. Ezért ingattam a fejemet. De... A nevedet megkérdezhetem? Károly, Karesz. Károly, Karesz. Na, amit mondtam az előbb, arra egy kiváló példa volt az, ami történt. Én mondtam neked valamit, ugye emlékszel, előtte mondtam, hogy az érzelmekre és a gondolatokra a test mindig reflektál, tehát mindig rámutat, hogy mi történik benne. Mikor én elmondtam a mondókámat, adtam egy választ neked, te ezt csináltad. Tehát a tested egyből megmutatta azt, hogy mi van benned, hogy ez még úgy nincs a helyén, tudod, ezen dolgoznod kell, egyszerűen ennyi. Nyilvánvaló, hogy ez egy elég erőteljes visszajelzés volt a tested által felém, amit könnyű észrevenni. Minél finomabbá válik az én megfigyelésem, annál jobban észreveszem azt például, hogyha valaki mondjuk nem fejezi ki ilyen hangsúlyosan azt, ami benne van, de mégis kifejeződik. A kérdés az, hogy én a magam szintjén milyen mélységbe tudok eljutni, hogy ezeket érzékeljem. Nyilvánvaló, hogy javulni fog a kommunikációm a környezetemmel, minél érzékenyebb vagyok a környezetem jelzéseire. Oké, köszönöm szépen, érdekel a dolog. Számomra az öröm. Azt szeretném kérdezni, hogy esetleg a tanítványok mozgásából is tudsz következtetni, és így segíteni őket? Abszolút mértékben. Hagy utaljak Sunimra, aki pont ezt kapott egy kérdést tőlünk, hogy miért 40 perc az ülés, számunkra miért 40 perc volt, miért 30, miért 50. És Suni mondta, hogy egyszerűen azért, mert azt látta, hogy vannak férfiak, akiknél észrevette a mozgásukból, hogy a csípőjük nem feltétlenül alkalmas arra, hogy 50 percig üljenek, vagy a térdük, és ehhez igazította az időt. Nálunk ugyanezt történik. Tehát a mozgás az a fizikai korlátokat is megmutatja, és megmutatja a pszichológiai korlátokat is. Szia! Szia! Tulajdonképpen, amit ti csináltok, az is zen, csak nem úgy hívják. Igen. Én ezt így nem mondanám ki, tudod, mert hogy jövök ehhez, hogy ilyesmit mondjak, de mondhatjuk. A szertartásos része nincs meg, de a lényeg ugyanaz, csak egy kicsit visszafelé történik. Tudod, ez a szertartás nem gondolom, hogy nincs meg. Csak másképp van meg. Én azt gondolom, hogy minden, ami engem precízzét és pontossá tesz, az egyfajta szertartás. Tehát szertartássá válhat az, ahogy bejövök az edzőterembe, szertartás az, ahogy egymást üdvözöljük, szertartás az, ahogy az eszközökhöz nyúlok, ahogy azokat visszateszem a helyére. Tehát ezek mind lehetnek ugyanilyen eszközök, mint a szertartás. Én ezt gondolom, lehet, hogy rosszul látom, de azt gondolom, hogy a szertartások elsősorban abban segítenek, hogy precízebb, jobban tudjunk figyelni, tehát oda tudjunk figyelni valamire. És ez az, ami az alapja mindennek, azt gondolom, a figyelem. Tehát minél élesebbé válik a figyelem, az érzékelésem nyilván annál szintén finomabbá válik, és tehát figyelem nélkül nem lehet eredményt elérni. Tehát ez az első, amiről szerintem minden munka szól, hogy megtanuljunk figyelni, valóban figyelni. Tehát nem a hétköznapi figyelemmel, amit mindig valami megragad, hanem én döntök úgy, hogy figyelek. Tehát én oda szeretnék figyelni, oda akarok figyelni, mindenki úgy fogalmazza, hogy először ezt meg tudja tenni. De... Tulajdonképpen a gyakorlatok által éritek el azt az állapotot, amit, mint egy meditáció. Tehát úgy végzitek ezeket a gyakorlatokat, hogy olyan, most nem tudom megfogalmazni, amit egy meditáció alatt csinálunk, hogy... Mi is meditálunk. Igen. Tehát ez nekünk is része a munkánknak. Igen, ez nekünk is része a munkánknak, nyilván ez egyéni munka. Tehát amikor együtt vagyunk, ez edzőtáborokban, elvonulásokon előfordul, hogy együtt meditálunk is a fizikai munka mellett, de a reguláris edzésekben, a heti 3 edzés, amire ki van írva egy hét, ami csak a fizikai gyakorlásról szól, az talán amihez lehetne hasonlítani, az a szemlélődő meditáció. Vagy a nagyon nagy figyelemmel végzett munka, az, amikor például a fiúk ástak, vagy a lányok esetleg a konyhában dolgoztak, és megpróbálnak jelen lenni abban, amit csinálnak. Az edzés erről szól valójában. Igen, hogy jelen tudjunk lenni. A jelenlét. Igen, igen, igen. Ez tehát ugyanerről szól, csak nyilván nehezebb ezt meglátni, vagy elképzelni egy olyan környezetben, ahol mondjuk esetleg topban, egész szűk nadrágban lányok is fitnesseznek. Tehát kétségtelen, hogy a környezet maga az egy picit nehezebbé teszi a gyakorlást, mint mondjuk egy ilyen helyen, mint itt. És ezt jól értem, hogy nálatok kritérium az, hogy valaki hajlékony legyen, nem. És nem. Jól tudjon mozogni? Nem. Tehát hozzánk alapvetően ti jártok. Tehát én 57 éves leszek most már lassan, de a legidősebb tanítványunk az most jelen pillanatban, nem is tudom, 70, 71, 72, 72 éves. És ő 65 évesen kezdett el hozzánk járni. Itt van a Zoli, akinek az anyukája 75 évesen kezdett el járni hozzánk, és 84 éves volt, mikor abba hagyta. Tehát tudod, ez... Csak most itt a csapatban van egy-két olyan ember, akik most itt vannak velem, akik nem tudtak legugolni pár évvel ezelőtt vízszintesig. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. És hány éves tapasztalatotok van? Hány éve foglalkozol ezzel a megközelítéssel a test és a szellem összhangba hozásának? Ez nagyon jó, hogy ezt így pontosítottad, mert olyan komoly sztorit mondtam volna el. 29 éves voltam, mire eljutottam oda. 25 éves koromban realizálódott bennem először az, hogy azért nem vagyok olyan klassz srác, mint amilyennek gondolom magam. És akkor indult ez el, hogy valamit szerettem volna találni, ami ebből kivezet. Ez az emberi válás, és ahogy egyszer erről pont egy ilyen beszélgetés kapcsán mondtam is, hogy olyan szerencsés voltam, hogy olyan emberekkel találkoztam, akik megtanítottak az emberfaragásra. Hogy faraghatok magamból tényleg egy embert, aki emberként működik, úgy működik, például képes szeretni, képes odaadó lenni, képes együtt érezni, mivel tudtam, hogy én egyikkel sem rendelkezem, egyik ilyen képességgel sem, ezért ez engem nagyon, nagyon bántott, és ezen változtatni akartam. És akkor 29 évesen találtam meg azt a segítséget, ami oda vezetett, hogy most mondjuk itt ülök előttetek, és erről beszélek. Köszönöm szépen!